A Bajnokok Ligája címvédőit legalább ezren várták. Név szerint szólították a csapattagokat a színpadra, Borkai Zsolt polgármester köszöntötte a lányokat. Két évvel ezelőtt azt mondtam, amikor elveszítettük a BL döntőt, hogy még nem csapat ez a csapat. És aztán azzá vált, és most látszik az, hogy azokban a kritikus helyzetekben képesek egymáson segíteni, összekovácsolódtak, szóval fantasztikus dolog volt. Az összes taktikai utasítást betartotta az Audi Eto, és a fegyelmezett játék meghozta a sikert, mondta Kovacsics Anikó. Ahányan kritizáltak, várták tőlünk a nagy eredményt, a nagy teljesítményt, szerintem most megkapták, a szezon legjobb meccseit lejátszottuk a hétvégén, olyan koncentrációval, fegyelmezettséggel, ami előtt le a kalappal tényleg az egész csapat előtt, amiket megbeszéltünk, tényleg mindenre úgy figyeltünk, mintha tényleg életünk legfontosabb napja lenne. Mindenki hozzá tudott tenni a játékhoz, ráadásul a legfontosabb pillanatokban, emelte ki a klubelnök. Az érdem az a lányoké, hiszen azt gondolom, hogy fantasztikusan játszottak ismét. Ismét akkor játszottak a legjobban, amikor kellett a döntőben, akkor voltak a legmagabiztosabbak, és egyszerűen ez egy csodálatos érzés. A játékosok a Bajnokok Ligája trófeát is megmutatták a szurkolóknak, ami így rövid távollét után gyorsan visszakerült Győrbe.